Békéscsabáról, játék indul januártól minden korosztálynak. Gála a fővárosi nagycirkuszban, átadták a Magyar Teátrum díjakat. Lett ellenféllel csatáztak, a Challenge kupában lépett pályára a BRS-e. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Kisgyermekeket, iskolásokat és a szüleiket, sőt a nagyszüleiket is megmozgató, tudásalapú játék indul januártól. A Békéscsabai Médiacentrum, az önkormányzat, valamint a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület révén összeállított feladatokat két hetente a Csabai Mérlegben találhatják majd az olvasók. Berényi Nagy Péter ötlete nyomán rendhagyó, honismereti vetélkedő indul januárban. Az ötletgazda úgy fogalmazott, hihetetlen nagy értékek vannak ebben a városban, és ezeket hirdetni kell, elsősorban a békéscsabaiak számára. Nem csak építészeti, hanem hihetetlen kulturális örökségünk, hihetetlen kulturális életünk van, hihetetlen sportéletünk van. Tehát rengeteg érték van ebben a városban, és erről hadd tudja a gyerekeken keresztül az egész világ, mert a gyerekeken keresztül egyébként a felnőttek is érintve vannak ebben a dologban. A tervek szerint januártól a Csabai Mérleg minden megjelenő lapszámában megtalálható lesz egy feladatsor. A kérdések és feladatok a 2019-20-as tanév végéig jelennek meg két heti rendszerességgel. Ezeket kell az óvodásoknak, iskolásoknak vagy éppen szüleiknek megoldani és a megfejtéseket beküldeni. A játékhoz gondolkodás nélkül csatlakozott a városi önkormányzat, a fővédnökséget pedig örömmel fogadta el Szarvas Péter polgármester. A városnak fontos az, hogy kialakuljon a kötődés bármilyen szinten, bármilyen korban, és ha ez a játék arra is alkalmas, hogy az ismeretek megszerzésén túl egy picit még jobban megszeresse a gyermek a várost, akkor azt gondolom, hogy emellé oda kell állni. A Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke Ugrai Gábor nagyon jónak találja, hogy óvodásokat és a kisiskolásokat szólították meg a játékkal, hisz rajtuk keresztül a szüleiket is el lehet érni. Tanítani az nem csak iskolában lehet, és nem csak 45 perc alatt lehet, sőt egyre inkább törekednünk kell arra, hogy kivigyük a történelmet, a helytörténetet az iskolából, és ez remek lehetőség erre. A Csabai Mérleg kiadója, a Békéscsabai Médiacentrum Kft. Főszerkesztő helyettese Varga Diana kiemelte, nagy örömükre szolgált, hogy csatlakoztak a kezdeményezéshez. Különösen fontosnak tartjuk azt, hogy önkormányzati médiumként a magunk módján és a magunk eszközeivel tudjuk támogatni ezt a játékot, amit egyébként hiánypótlónak és előremutatónak tartunk, és reméljük, hogy egy olyan generáció nő majd fel itt Békéscsabán, amelyik büszke a városára. A Csabai Mérleg január 16-án megjelenő számában már megtalálhatóak lesznek az első feladatok. Játékra fel, hiszen George Bernard Shaw szavait idézve nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani. Békéscsaba jövő évi pénzügyi helyzete is terítéken volt csütörtökön a képviselőtestület idei utolsó ülésén. A városatyák megvizsgálták, hogy mire mennyit költhet az önkormányzat 2020-ban. A képviselők számos pályázati ügyben is döntést hoztak, és szó volt az úthálózat fejlesztéséről. A helyszínről Varga Diana tudósított. Idei utolsó képviselőtestületi ülését tartotta a Békéscsabai közgyűlés, amelyen többek között a 2020-as költségvetési koncepcióról is szó volt. Ez a dokumentum rögzíti azt, hogy jövőre nagyjából milyen pénzügyi helyzetben lesz a város, illetve arra is rávilágított, hogy milyen kockázatokat rejt majd a jövő év. A dokumentumból egyébként kiderül, hogy a 2020-as év költségvetése is feszes lesz, ugyanakkor továbbra is nagy szerepet játszanak majd az uniós és kormányzati forrásból megvalósuló pályázatok. Szó volt arról is, hogy a békéscsabai földes utcákat mintegy 5 milliárd forintból lehetne felújítani. Ehhez az önkormányzat a Modern Városok programból kormányzati segítséggel csoportosítana majd át forrásokat. Szó volt arról is, hogy a Békés megyei könyvtár felújítása hamarosan elkezdődhet. Hogy ezen felül a képviselők miről döntöttek még, arról péntek esti híradónkban bővebben is beszámolunk. Kultúrával folytatjuk.
átadták a színházi háttér és kiszolgáló szakmák képviselőit elismerő Magyar Teátrum díjakat a Fővárosi Nagycirkuszban kedden este. A Magyar Teátrumi Társaság 2010-ben hívta életre a kitüntető címet, amellyel több mint 80 szakma képviselői közül díjazzák a legjobb szakembereket. Jubileumi díjátadó gálát tartott a Magyar Teátrumi Társaság kedden. A rendezvényen a Magyar Teátrum díj alapítója és ötletgazdája, Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár arról beszélt, hogy ezzel az elismeréssel a neves művészek köszönik meg sikereiket a mögöttük állóknak. Álljunk meg egy pillanatra, és ebből a tapsból adjunk át nekik egy csokorra valót, legyen ez az este ma az övüké. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez az este ma önökről szól, azokról az emberekről, akik hosszú napokon keresztül, hosszú előadásokon keresztül segítik a fényben állókat ott a függöny mögött. A színpadi produkciókkal kísért gálán a Magyar Teátrum díjak mellett átadták a Magyar Teátrum életműdíjat is, amelyet Felkai Eszter színművész, a Békés Csabai Jókai Színház örökös tagja vehetett át. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Iszonyatos boldogság számomra, hogy itt álltok a színpadon, és én mondhatom ki Felkai Eszter nevét. Felkai Eszter nevét! Seregi Zoltán, a Békés Csabai Jókai Színház igazgatója kiemelte, hogy Felkai Eszter művészi pályafutása ezer szállal kötődik a teátrumhoz. A színház története szinte elképzelhetetlen az ő kiváló alakításai, nagyszerű koreográfusi munkája és sugárzó embersége nélkül. Felkai Eszter 17 évesen volt először a nagy cirkusz színpadán, mint táncos. Ezután az élet új szerelemhez, a színészethez repítette. 60 év elteltével most újra ott állhatott életműdíjjal a kezében. Ez a díj bizonyítja, hogy a színészi pályám nem homokba íródott. És aztán nagyon köszönöm a volt igazgatómnak és a jelenlegi igazgatómnak, Fekete Péternek és Seregi Zoltánnak, és az egész társulatnak, Jókai Színháznak, akik örökös taggá fogadtak engem. Az aranyozott csapágygolyót formáló Magyar Teátrum díjat ezúttal is a háttérszakmák azon képviselői vehették át, akik munkájukkal, személyiségükkel, a magyar színházművészet iránti odaadásukkal rászolgáltak erre. Forrás címmel nyílt kiállítás a Mogyorósi János Városi Könyvtár előadó termében Gyulán. A Boróka Magyar Székely Kulturális Egyesület idei záró programján a szervezet és a József Dezső szakkör alkotóinak műveit mutatják be. 26 különleges absztrakt vizuális alkotás díszíti a könyvtár kiállító terének falait az újjászületés és az ünnepvárás jegyében. Vannak olyan alkotások, amelyek a múltat a jelennel kötik össze, vagy éppen a születést mutatják be szecessziós stílusban, és az eredetről mesélnek. A Forrás címet azért kapta a kiállítás, és onnan jött az ötlet, hogy tulajdonképpen ez egy átvitt értelemben egy újjászületés. Tehát egy újjászületés, egy eredet, egy karácsony előtt, egy Krisztus születése. Nagyon sok olyan kép van, ami vallásos, eredetű, illetve a hitet közvetíti. Így lett a kiállításnak a vezér tulajdonképpen munkája, az ige. A kiállítás témáját és anyagát a 26 alkotó nagyon sokféleképpen dolgozta fel. A művek között megtalálható a figuralitás, az absztrakt ábrázolás is. Magát az eredetet pedig ugye vallási és világnézeti hovatartozás alapján is sokféleképpen lehetett feldolgozni. Ugye megjelenik visszatérő motivumként a születés, aztán nagyon izgalmas szakrális jelleggel bíró alkotásokat láthatunk. A tárlatot január 17-ig tekinthetik meg a műkedvelők a Mogyorósi János Könyvtárban, Gyulán.
A robotok működésével is megismerkedhettek a békéscsabai evangélikus gimnázium diákjai. Az iskolát fenntartó Magyarországi Evangélikus Egyház megalkotta az úgynevezett digitális stratégiát, amelynek célja, hogy minél több elektronikus eszközt használjanak az oktatásban. Nagy érdeklődéssel figyelték a diákok a robotok működését. Az egyik tanuló elmondta, hogy fizika szakkörön maga is foglalkozik robotikával. Szatmári Donát hozzátette, alapszinten a programozást is tanulják, és saját játékokat is fejlesztenek. Igen, ezeket jóformán így az első fél évben kezdtük el úgy csinálgatni. Általában pénteken szoktunk így összegyűlni, délutánonként, és Plavec tanárúrral, a fizika tanárunkkal, hát úgy mondhatni az ő vezényelésével szoktuk ezeket elkészíteni. A békéscsabai Robokaland technológia fejlesztője hangsúlyozta, hogy céljuk a legmodernebb innovációs eszközök megismertetése és megszerettetése a gyermekekkel. Gajdács Krisztián kiemelte, csoportjukban a SpaceX és a Tesla mikrovezérlőivel is dolgoznak, melyeket Elon Musk tervezett. Párom a feleségemmel találtuk ki azt a konstrukciót, amit most is láthattok itt az asztalon. Igazából az a legnagyobb kihívás a gyerkőcökkel megszerettetni azt a fajta technológiát, ami öko szemlélettel is és robó szemlélettel is összefügg, és mindezt harmóniában úgy átadni, hogy értsék is. Tehát nekünk a legnagyobb kihívás az, hogy értsék is, ezt is szeretnénk mindenféleképpen közölni a szülőkkel, gyerkőcökkel. A békéscsabai evangélikus gimnázium igazgatója elmondta, hogy az iskolát fenntartó evangélikus egyház megalkotta a digitális stratégiát. Köveskúti Péter hozzátette, a program célja, hogy minél több elektronikus eszközt használjanak az oktatásban. Nagyon fontos ebben a robotika és az informatika tanításának egy kicsit felfrissítése. Ennek apropóján van ez a kis robotika kiállítás itt mellettem, illetve az informatika teremben a diákjaink által készített játékprogramokkal játszhatnak a társai. A középiskola igazgatója kiemelte, hogy az emelt szintű informatika órákon programozással ismerkednek meg diákjaik. Köveskúti Péter hozzátette, a fizika szakkör részeként a robotika is megjelenik, hiszen néhány lelkes fiataljuk robotépítésbe kezdett. A békéscsabai röplabdasport egyesület győzelemmel mutatkozott be a Challenge kupában 2 héttel ezelőtt. Az együttes 3-1-es idegenbeli siker után fogadta hazai pályán a lett Rigász Voljebola Szkola csapatát a párharc visszavágóján. Határozottan, nagy lendülettel startolt a békéscsaba és nagyon gyorsan szerzett jelentős előnyt. A BRS a magabiztos játékának köszönhetően csak 16 pontot engedélyezett lett ellenfelének, és ezzel megnyerte a nyitó etapot. A folytatásban felnőtt ellenfeléhez a Rigász, és nem hagyta meglépni a békéscsabát. Ezután azonban lendületbe jött a csabai együttes, és felszabadultan jó játékot produkálva 25-13-ra nyerte meg a második szettet. A 2-0-ás eredmény azt jelentette, hogy a BRS-e bejutott a Challenge Kupa legjobb 16 együttese közé. A mérkőzés még nem ért véget, azonban megtörni látszott a balti csapat. Ezt ki is használta a házigazda, és megsemmisítő csapást mért a rigaiakra. 25-8-ra nyerték a harmadik, egyben utolsó játszmát. Az első és második mérkőzés közti különbség az utazás, Mia Jerkov, a feladónk teljesítménye és az, hogy megértettük, hogy pszichésen vannak még problémáink. Az utóbbit úgy küzdhetjük le, hogy szépen lassan, fokozatosan kell kimásznunk belőle. A lányok jól teljesítettek, felszabadultan játszottak és teljesítették azt, amit kértem tőlük. Kellemetlenül szerváltak a lett játékosok, amelyeket megsínylettünk odakint, de idehaza sikerült megfékezni azokat. Értékelt a BRS-e szakvezetője. A lett együttes első alkalommal szerepelt nemzetközi kupaporondon, és edzőjük elégedett a teljesítménnyel, hiszen egy olyan csapatról van szó, amelyben a legidősebb játékos 22 éves. Profi csapat volt az ellenfelünk, amelyik pénzért játszik, mi pedig fiatal csapatként a játék örömért röplabdázunk.
Elégedett vagyok a csapat játékával, első alkalommal szerepeltünk ilyen rangos kupában, és elmondhatom, hogy jó úton haladunk. Fogalmazott a lettek másodedzője. A Békés Csaba kettős győzelemmel jutott tovább a sorozat legjobb 16 együttese közé. A BRS-e következő ellenfele a Challenge kupában a szlovén Kácit Kamnyik együttese lesz. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behir.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!